Vagy ma itt, miért érzed fontosnak ezt a mai eseményt? Szeretem magát a közösség élményét. Szeretem azt az érzést, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyunk egyedül. És azt gondolom, hogy aki nincs itt most, hanem aki otthonról nézi vagy követi ezeket az eseményeket, de szeretne itt lenni, hogy egy napon ő is itt lehessen, és azt érezze, hogy nincs egyedül. Szóval inspirációnak egy kicsit. Most bejött egy csomó, beindult a kormány homofób propagandája sajnos. Nyilván te is ismered az új homofób törvényt, és a népszavazási kezdeményezést. Hogy érzed, nagyobb tétje van most ennek a Pride-nak, így ennek a fényében? Sokkal. Tehát most tényleg azt érzem, hogy ez nem csak egy buli, ez tényleg arról szól, hogy megmutassuk az ország lakóinak is, hogy kik vagyunk igazából. És hogy azt érezzük, hogy az, ami a parlamentben folyik, az nem feltétlenül azt tükrözi, ami az emberek fejében lezajlik. Vagy nem feltétlenül arról szól, amit az ország akar. Hogy érzed magad egyébként most ebben a politikai klímában? Finoman szólva kényelmetlenül. Nem vagyok boldog, és akkor finoman fogalmaztunk. És néha aggódok, hogy ez csak a kezdete valaminek, ami rosszabb lesz hosszú távon. Hogyha már hosszú távról beszélünk, akkor mit gondolsz, mi a tétje a mostani Pride-nak a jövő évi választásokra nézve? Húha. Van-e egyáltalán szerinted? Nagyon remélem, hogy olyan szempontból van, hogy megtudjuk, hogy ki az, aki mellénk hajlandó és képes állni. De nem tudom, hogy ez mennyire csak kirakat mellénkállás, és mennyire lesz valójában tétje. Köszi szépen, ennyi lett volna. Én köszönöm.